Hiányos lesz a Székelyudvarhelyi kézilabdaklub kerete Zsillvásárhely ellen. Vlád Kábán nem számíthat három alapemberére. Gorán Kuzmanovszki eltiltás miatt nem léphet pályára. A jobb átlövő Lazo Majnov még nem épült fel lábsérüléséből, Vladimir Rusia játéka pedig családi okok miatt kérdéses. Ezt nehezíti az is, hogy Milán Szaint nem tudta leigazolni a csapat, mivel a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél eltiltott játékosként szerepel, miután Katarban két klubhoz is aláírt egyszerre. Az SKC mostanig veretlen a bajnokságban, szombaton Zsillvásárhely az ellenfél. Újabb barátságos mérkőzéseket játszik a Székelyföldi Labdarúgó Egyesület, vagy más néven a Székely válogatott. A csapat a magyarországi Velencén lép pályára, az ellenfél a magyar cigány válogatott és a Vatikán válogatottja. Erősített a HSC Csíkszereda jégkorong csapata, és készül a Sztyáva elleni rangadóra a Gyergyószentmiklósi Progim. Hétvégén nagy üzem lesz a román bajnokságban. Két új idegenlégiós leigazolását jelentette be a HSC Csíkszereda. Egy cseh kapus és egy szlovén hátvéd érkezett. A 25 éves cseh kapus Marek Peksa pályafutása során 14 szlovák extraligás meccset játszott. Ezen kívül a szlovák másodosztályban és a cseh másod- és harmadosztályban védett. A 23 éves szlovén Ziga Kuzmán éveken át Mariborban játszott, utánpótlás válogatottságig jutott, a legutóbbi szezont Celjében töltötte. A két új igazolás mellett 5 orosz játékos is érkezett próbajátékra. Közben Gyergyószentmiklóson is zajlik az élet, a Progim keményen készül a Steaua elleni rangadókra. Az elmúlt két idényünk jó sikerült, tehát jó idényt zártunk, és ezt szeretnénk folytatni. Vagyis a célunk a playoffba jutás, a legjobb négybe való jutás. Ez nem lesz egy könnyű házi feladat, hiszen csapatok vannak, akik erősödtek, van, aki gyengült, de nagyon hasonló, vagy akár jobb játékerőt képviselnek, hogyha most a játékosokat nézzük. És innen kezdődően én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A Progim ma és holnap Csíkkarcfalván játszik a Steaua ellen, míg a HSC Csíkszereda a Galacon lép jégre. A brassói Korona a hétvégén a Sportus Studences ellen játszik.